Sziasztok! Ez itt a Dekódold a DK-t újabb epizódja. 3,5 millió forint, 2,5 millió forint, 5300 euró. Mik ezek a számok? Az orbáni propagandisták fizetései. Havonta. Elmondom, miről van szó. Kálmán Olga régóta húzódó pere a közmédiával végre lezárult. Azt szerette volna megtudni, hogy mennyi pénzt kapnak az ott dolgozó propagandisták, mennyiért terjesztik a hazugságaikat rólunk és az ellenzék más szereplőiről. Most kiderült, hogy megannyi riporter bőven 1 millió forint felett keres, Papp Dániel vezérigazgató pedig egyenesen 3 és felett. És ez még nem minden. A propagandisták akár 6 hónapnyi fizetésüket is megkaphatják prémiumként. Hát nem rossz fizetés ez, de hát megérdemlik. A tisztességesen dolgozó magyarok nagy része pedig alig jön ki a hónap végén. Nézzük meg Kálmán Olga beszámolóját. Nos, a demokratikus koalíció szerint szégyen és gyalázat, hogy a közmédiából propagandagyárat csináló propagandisták milliós, egyes esetekben több milliós fizetéseket visznek haza a hírhamisításért, a hazudozásért és a magyarok millióit képviselő ellenzék lejáratásáért. De nem csak a közmédiával szemben értünk el sikereket. Varga Zoltán országgyűlési képviselőnk, a Népjóléti Bizottság elnöke kiharcolta, hogy meglátogathassa a kínai lélegeztetőgépek raktárát. Ezek azok a gépek, amiket a koronavírus járvány idején rendelt a kormány Kínából. Tudjátok, a fürkészek és a portyázók. Hölgyeim és uraim, a képen 300 milliárd forint porosodik. Ja, és a tárolás is további 80 millió havonta. Lássuk, mit tapasztalt oda bent Varga Zoltán. Nem nyugodtunk meg a látogatás végén sem. Gyakorlatilag semmire nem tudtak választ adni. Vagy azt mondták, hogy nincsen róluk információjuk pontos, vagy azt mondták, hogy erre nem készültek, vagy pedig azt mondták, hogy ez egy politikai döntés volt, ők ebben nem tudnak mit mondani. A hét legsúlyosabb hírei mégsem ezek voltak. Kiderült, hogy több ezer magyar halt meg kórházi fertőzésekben, és az egészségügyért is felelős belügyminisztérium mindezt megpróbált eltitkolni. Varga Zoltán ezért meghívta Pintér Sándort a Népjóléti Bizottság ülésére, hogy számoljon be, mégis hogyan fordulhatott elő mindez. A miniszter szerintetek megjelent az ülésen? Dehogy. Hátráltatva ezzel az egész bizottság munkáját, a fertőzések kivizsgálását és azt, hogy egyáltalán bármi érdemét lehessen tenni a magyar egészségügyért. Hivatali visszaélés miatt feljelentést teszünk. A súlyos kormányzati megszorítások miatt már az alapvető tisztasági intézkedésekre sem adnak elég pénzt az állami kórházaknak. Nincs pénz tisztítószerekre, a műtők fertőtlenítésére, sőt, rendszeres rovar és patkányírtásra sem az egészségügyben. Tehát összefoglalva. Ami más országokban kormányválságot okozna, az Orbán Magyarországán csak egy erősebb hétnek számít. Többek között ezért is kell elhoznunk a szociáldemokrata fordulatot.